Shut up and sit down. Emlékeznek ezekre a képsorokra? Emlékeznek a 72 órás feszült várakozásról készített felvételekre? Ha nem, aggodalomra semmi ok. Nem maradtak le semmiről, a helyzet csak romlott, a záhonyi határt ma már a 4-5 napos határként emlegetik a vállalkozások, akiknek nincs módja elkerülni ezt a pokoli időalagutat. De vajon miért nincs szándék a helyzet rendezésére? Kinek lehet érdeke egy hiány szakmában, hogy a még éppen megtartható keményen helytálló gépkocsi vezetőkből kialvatlan, feszült, ideges sofőröket csináljon? Kinek lehet érdeke, hogy ezeket az embereket rákényszerítse a csalásra, mert nem tudják betartani a vezetési és pihenő időszabályokat? Kinek az érdeke, hogy a vállalkozások működése tervezhetetlenné váljon, hogy a kamionok lekéssenek az időkapus lerakókról, és hogy a ködbérek vigyék el a mára szinte teljesen lenullázott cégnyereségeket? Kinek az érdeke, hogy sorra mondjanak fel a gépkocsi vezetők, és keressenek boldogulást máshol, akár külföldön is? A magyar kormány elkötelezett. A kis és közepes vállalkozások kiemelt védelmét tűzte zászlójára. De valami mégsem működik jól, vagy valahol elvesznek a valóságról készült beszámolók. A záhonyi, röszkei, ártándi határon ugyanis éppen e vállalkozások szisztematikus tönkretétele zajlik. A határokon elvesztegetett idő még a tőkeerős, nagyobb vállalkozások működését is megroppantja, a kis vállalkozásoknak pedig végzetes lehet. A kieső fuvar feladatok miatt sorra jutnak csőd közeli helyzetbe. Pedig tény, hogy a jelenlegi infrastruktúra és személyi állomány mellett is lehetséges megbirkózni a forgalommal. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének áprilisi kisfilmje és az azt követő intézkedések után néhány hétig zökkenőmentesen működött a záhonyi átkelő, a járművek legfeljebb 10-12 órás várakozásra kényszerültek. Most 5 napig araszolnak a kamionok, míg belépnek Magyarországra. A határrendészet álláspontja szerint a baj nem itt, hanem oda át az ukrán vagy a szerb-román oldalon van. A záhonyi, röszkei, ártándi belső vizsgálatok sorra leszögezik, a magyar vámosok és rendőrök kitűnően végzik a munkájukat. Ám e kitűnő munka áldozatai az embertelen körülmények között várakozó gépkocsi vezetők nem így látják. Beszámolóik többek között lassú ügyintézésről, zárt ügyfélszolgálati ablakokról, indokolatlan üres járatokról és a határon tapasztalt olykor lekezelő, fürényeskedő stílusról szólnak. Vitathatatlan viszont az is, hogy amikor az MKRF azt kezdeményezte, hogy az ukrán és a magyar hatóságok az érdekképviseletekkel együtt üljenek tárgyalóasztalhoz, a magyar hatóságok azonnal igent mondtak, Ukrajnából viszont hetek óta nincs érdemi válasz. S felvethető az a kérdés is, vajon a budapesti parancsnokságok mindig reális adatokat kapnak-e a helyszínektől? Aki nincs ott, nem tehet igazságot, de aki nincs ott, az sem érezheti át, milyen lehet 5 teljesen értelmetlen napot eltölteni, mínusz 10 fokban egy jármű kabinjában, alvás nélkül, WC és mosdási lehetőség nélkül, meleg étkezés nélkül. A fuvarozóknak nem is feladata igazságot tenni. Az ő feladatuk az áruk továbbítása, a gazdaság működtetése, s hogy ki hozzáadja maga részét a magyar GDP-hez. Közben munkát, megélhetést biztosítson több ezer családnak.
Az államigazgatásnak viszont feladata kiszolgálni ezeket az igényeket. Kötelessége működtetni a háttérintézményeket, nem csak a hatósági ellenőrzések intézményeit, amelyeken keresztül a vállalkozások további 100 milliókat fizetnek be a költségvetésbe. Azokat az intézményeket is, amelyek nélkül ellehetetlenül a munkavégzés. Felkérjük Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a déli és keleti ellenőrzött határok működésének javítása érdekében. Vizsgálja meg, milyen humán erő és pénzügyi források szükségesek e méltatlan állapotok gyors felszámolásához.